Az NB1-es női kézilabda bajnokság 20. fordulójában az 5. Váca 6. helyen tanyázó Fehérvárt fogadta. A két csapat idei 4. találkozójára készült. A bajnokságban a váciak diadalmaskodni tudtak a koronázóvárosban, az EHF kupában azonban Pál Öldrup Jensen csapata kiejtette a Pest megyeieket. Az első perceket leginkább a kapkodó játék és a sok technikai hiba jellemezte. Ennek is betudható, hogy a 10. percig mindössze 8 gólt tudtak összehozni a csapatok testvéries elosztásban. Ekkor azonban a fekete mezbe játszó fehérváriak elléptek a vendéglátóktól. Ebben nagy szerepe volt az egyre több nagyszerű védés bemutató Kisnek, akinek hála a Vác 6 percig képtelen volt a kapuba találni. A Fejér megyeiek jó százalékban használták ki a büntetőiket, és állandósítani tudták a 4 gólos különbséget a két csapat között. Hoppá, 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 hoppá! Azt a mindenit, Herr Anita! A szünetre 15-12-es vendégelőnnyel vonulhattak a csapatok. A második játék részben, mintha az öltözőben maradtak volna Konkoly Csaba tanítványai. A Fehérvár így megint elhúzott 5 góllal, amit a szakember is nehezen viselt. A váciakat a végül 7 gólig jutó Farkas próbált a meccsben tartani, de sokszor ő sem tudott mit kezdeni a remek napot kifogó Kissel. Lehetséges, hogy a kapusta lelátó helyet foglaló, frissen kinevezett szövetségi kapitány Németh András jelenléte is motiválta, és amikor már ő is tehetetlennek bizonyult, a kapufa sietett a hálőr segítségére. A Fehérvár végül magabiztosan 27-21 arányban nyert, és megelőzte riválisát a tabellán.